Hölgyeim és uraim! Nagy tisztelettel köszöntöm elnök asszony! Ilyenkor illik néhány mondatot mondani, és azt hiszem, hogy az az illő, hogyha mi mutatkozunk be önnek. A társaság kiváló nagyhírű orvosok, kiváló rádiósok, mérnökök, vállalkozók, és főleg a közlekedés szeretetében érintett emberek azért. A előadások azok jellege az változni szokott. Van, amikor gazdaság, van, amikor művészet, ilyen is volt, Vállaci is volt a vendégünk. Volt, amikor élesebb volt, volt, amikor etikai kérdések kerültek elő. Szijjártó úr volt a vendégünk, amikor nemzetgazdaság, külgazdaságnak a kapcsolatrendszere. Van, amikor többen vagyunk, van, amikor kevesebben, most többen vagyunk. És körülbelül olyan 40-50 fős a létszáma. És hát arra gondoltunk, hogy az ember nem csak a szerelmeit próbálja öregségére megőrizni, hanem a verbális létét is, tehát a foglalkozását, az eredeti foglalkozását. És úgy gondoltuk, hogy a vasút az, ami tényleg egy új reneszánsz előtt van, és hát ha megengedi, akkor számunkra meg egy külön öröm, hogyha egy kedves, nagyon jó és híres vezetőnek tartott hölgyet kérünk meg erre a fényes jövőnek az érzékeltetésére. Ismervén önt, én úgy gondolom, hogy a realitás is ez, és nem pedig szójáték. Úgyhogy Isten tartsa meg a szokását, hogy eljött, köszönjük szépen. És akkor öné a szó. A rend az, hogy körülbelül olyan fél óra, háromnegyed óra, ha több, akkor egy kicsit több, és akkor utána a társaság kérdezősködik. A borozás az bekapcsolódik azért ebbe, pici kis lazaság ebben azért mindig van, és olyan 8 óráig szoktunk általában üldögélni, beszélgetni, néha több kérdéssel, néha kevesebben, úgyhogy én innen most elkotródok, és akkor öné a szó, a lehetőség. Ezt szeretném megköszönni azt a lehetőséget, hogy itt lehetek, és ezt a felkérést, hiszen sajnos nem minden felkérésnek tudok eleget tenni, mint ahogy ez a mai nap már kiderült, hiszen mai napon is volt egy olyan konferencia, amely meg kellett volna jelennem, és pont az elszervezésében is nagyon sok mindent el lehet mondani. Egyébként a MÁV-ról, de nem tudtam elmenni, mert igazgatósági ülésünk maratonira húzódott, és hát bizony azért a MÁV ügyeit néha intézni kell, úgyhogy akkor elnézést kértem, de ez nem befolyásolta azt, hogy ma este itt legyek, és ahogy megígértem, meg is mutatom önöknek, hogy mi újság a vasútnál. Másrészt pedig ma estére én egy olyan prezentációt hoztam, amelyet Magyarországon még nem mutattam be soha sehol senkinek, és ez azért érdekes, mert általában közlekedési konferenciákon kapok felkérést, hogy beszéljek a MÁV-ról, beszéljek annak eredményességéről, beszéljek a szervezetről, fejlesztésekről, mindenféle dolgokról, és jellemzően közlekedési szakemberek, vasutasok, közutasok, volánosok, szervezetek, minisztériumok, kivitelező vállalkozások, mérnökök a hallgatóság, és talán ez az első ilyen alkalom, amikor egy úgymond egy kisebb baráti társaságba csöppenhetek, és mutathatok be egy olyan témát, amelyben talán tudok újdonságot is mondani, hiszen nagyon sok minden dolog változott a vasútnál, Magyarországon is, nem csak Nyugat-Európában. És hogy miért az a cím ennek az előadásnak, hogy fényes jövő és vasútvirágzás egy új korban? Hát azért, mert én ezt az előadást 2 héttel ezelőtt Londonban tartottam meg, angol nyelven, ahol így tekintenek a vasúti szektorra. Ahol azt mondják, hogy a vasúti a jövő, és a fényes jövő az a miénk, és közösen építjük.
Európában. Úgyhogy én ezt szeretném önöknek most megmutatni, hogy miről is beszélünk, miről beszélünk Magyarországon, mit jelent a vasútpolitika, mit jelent az, amikor a kormányzat azt mondja, hogy a vasutat helyezte előtérbe. Tényleg előtérbe helyezte? Nem. Hogyan történik ez? Mit jelent ez a MÁV esetében? Hogyan változott a MÁV? Mikkel foglalkozunk mi? Milyen hazai, nemzetközi feladataink vannak, úgyhogy ennek adok egy kis összefoglalását most önök számára, és nagyon remélem, hogy fogok tudni újdonságokat mondani. Mutatni viszont biztosan fogok tudni, méghozzá azért, mert az előadásomat nem egy hagyományos módszerrel készítettük, hanem a prezi.com szoftver alkalmazással, amelyet szeretnék mindenkinek bemutatni, hogy ez egy hazai találmány, egy magyar fejlesztés, és nagyon népszerű Amerikában és Nyugat-Európában is. Én egyelőre nagyon sok helyen megrökönyödést keltek vele, amikor elárulom, hogy én prezi.com-mal kívánom a prezentációimat bemutatni. Először a kollégáim sem szerették, azóta megszokták. Ahova elmegyek előadni, ott már tudják, hogy a technikai hátteret ehhez biztosítani kell. De igenis, legyünk büszkék arra, hogy van magyar innováció nagyon sok területen, és ez az egyik ilyen innováció, amelyre Amerikában is mindenki büszke. A tulajdonosai és a fejlesztői ennek a cégnek nemrégiben az amerikai elnöknél jártak. Úgyhogy nézzük meg, hogy mire képes ez a szoftver. És meg kell, hogy mondjam, hogy ami erre a csapatra jellemző, és ami erre a szoftverre jellemző, az azt gondolom, hogy jellemző a mi világunkra is. A-blokk is jellemző, de a vasútra is, meg rám is. Mégpedig az, hogy hinni kell abban, amit csinálunk, és nem mindig a megszokott, elvárt megoldásokat kell alkalmazni, mert azzal lehet, hogy mindig ugyanoda fogunk jutni, hanem igenis sok szemmel, sok oldalról megvizsgálva kell néznünk egy-egy problémát és feladatot, és lehet, hogy találunk új megoldásokat, új utakat, amelyek sikerre vezethetnek minket. Úgyhogy a rövid kitérő előtt, hogy miért is fényes ez a jövő, és miért is egy ilyen típusú prezentációval vagyok itt, hát ez a rövid bevezetője. Magyarország és vasút politikája. Ugye mindig azt mondjuk, hogy kiemelt szerepe van a vasútnak, a kormány előtérbe helyezi a vasúti közlekedést, és ugye számunkra mit jelent? Hát egyrészt jelenti a számunkra, hogy Európai Uniós forrásokból végre vasúti infrastruktúra fejlesztésre is sor kerül, de ez önmagában nem elég. Önmagában az is kevés, hogy csak mondjuk azt, hogy a vasutat előtérbe helyezzük, ezért bizony tenni kell, jogszabályi környezetben is tenni kell, és gazdaságpolitikai területen is eléggé sokat kell tenni. És az EU már nagyon sok direktívát előírt számunkra, amelyet most követett Magyarország is, és megalkotta a személyszállítási törvényt 2012-ben. Ez azért nagyon fontos, mert a közszolgáltatásunkat átfogja ez a törvény, megszabja számunkra, nem csak a vasút számára, a személyszállító közszolgáltató társaságok számára megszabja azt, hogy mi az elvárás feléjük, mit hogyan kell tenniük, miért jár büntetés, miért jár prémium kamat, azaz több pénz, hogyha jól végezzük a tevékenységünket, akkor a vállalat több pénzre jogosult, ha rosszul végezzük, akkor pedig pénzt vonnak el tőle. És egy nagyon fontos keretrendszerbe csomagoltam mindezt, és mondta ki ebben a személyszállítási törvényben a kormány, hogy a közszolgáltatásnak van, a vasútnak van elsőbsége, például a buszos közlekedéssel szemben. És nem elég az, hogy magát a személyszállítási törvényt megalkotta, hanem az is kellett, hogy megkösse azokat a szerződéseket például a vasútvállalatokkal, amelyek már élnek és büszkék is vagyunk rá, hogy létezik pályaműködtetési szerződésünk, amely 2015 év végéig szól, létezik a személyszállítási közszolgáltatási szerződésünk, amelyet néhány hónap ezelőtt kötöttünk meg 10 évre. És ezek nagyon fontos momentumok, mert nem csak szerződések, hanem ezek adják meg azokat a működési keretfeltételeket, amelyekben nagyon pontosan megmondja az állam, a megrendelő, hogy mit kíván el egy pályaműködtetőtől, milyen feladatokat kell ellátni egy pályaműködtetőnek, ezt hogyan kell megtennie, és mindig az adott évi költségkeretekhez hogyan kell viszonyulnia, és ugyanez igaz a személyszállítás terén is.
Aztán azon túl, hogy vannak szerződéseink, és vannak forrásaink mellé, ezen túl nagyon fontos az a közös munka, amiben itt többen részt vettek, és természetesen a MÁV is, hogy megalkotásra került a Nemzeti Közlekedési Stratégia, mert egy közlekedési stratégia nélkül elég nehéz az országban közlekedés politikáról beszélni. Itt a különböző alágazatoknak az egyes stratégiáiról beszélünk, amelyet természetesen minden alágazat bevonásra került a vasúti stratégiába a MÁV is. Sok évtized előre meghatározza azokat a szempontokat, prioritásokat, amely mentén a közlekedés politikai fejlesztéseket végre kell hajtani, nyilván forrás tekintetében. Úgyhogy azt gondolom, hogy az utóbbi néhány évben nagyon nagyot lépett Magyarországon a vasútpolitika előre, valóban és nem csak kommunikáció szintjén, hanem bizony jogszabályalkotás és szerződéses működtetés kapcsán is. És ha már picit bele is kaptunk a Nemzeti Közlekedési Stratégiában, illetve az előbb az EU forrásokban, hogy a vasúti infrastruktúra fejlesztés az megkezdődött, akkor azt itt nagyon sokan tudják ebben a teremben, hogy 2007 és 2013 között is EU pénzekből került sor vasúti pályák megújítására, és ez sajnos nincsen másként 2014 és 2020-as ciklusban sem, mert sem a költségvetésnek nincs arra saját forrása, hogy infrastruktúrát újítsunk meg, sem a MÁV-nak nincs önállóan arra forrása, hogy saját maga nagyobb vasúti infrastruktúra fejlesztéseket vagy gördülállomány fejlesztéseket hajtson végre. Ilyen átfogó fejlesztéseket a továbbiakban is EU forrásokból fogunk megtenni, és a 2014-2020-as közop ciklus után, amit most már IKOP-nak fogunk nevezni, vagy IKOP-nak nevezünk, hiszen 2014-et írunk. Itt úgy tűnik, hogy 3,5 millió euró értékű Európai Uniós forrás fog rendelkezésünkre állni, illetve mi nagyon küzdünk azért, hogy az úgynevezett CEF forrás is vasúti infrastruktúra fejlesztésre kerüljön felhasználásra. Itt 1,200 millió euróról beszélünk, azért ennek a sorsa még picit bizonytalan, de mindent elkövet a magyar kormány és a Nemzetfejlesztési Minisztérium annak érdekében, hogy ebből is részesülhessünk. És ami ezek mögött a számok mögött van, és ami ezek mögött a számok mögött a vasutat jelenti, az az, hogy ezeknek a forrásoknak deklaráltan 2/3 vasútfejlesztésre fogja költeni a kormány, és itt is előtérbe kerül az, hogy a vasútnak igenis kiemelt szerepe van, és a vasúti infrastruktúrát, illetve gördülállományt, ha fejlesztjük, akkor annak bizony eredménye lesz. Na de hogy a vasút az most hol tart, picit tekintsük át, hogy az utóbbi évtizedben mi minden történt. 10 évvel ezelőtt, 2004-ben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, és akkor kezdte meg az Európai Uniós direktívák szerint a vasúti szektornak az átalakítását. 2004-ben hozta létre az akkori kormány és minisztérium a vasúti pályakapacitás elosztó szervezetet, ami azt jelenti, hogy a MÁV-tól leválasztásra került, és önállóan működik, akár döntéseit, akár tulajdonosi hátterét tekintve. Következő komoly mérföldkő az 2006 volt, amikor az árufuvarozási üzletága a MÁV-nak önállósult, és 2007-ben történt meg a Kargónak a privatizációja, és ezután 2008-tól pedig megvalósult Magyarországon a vasúti árufuvarozásnak a liberalizációja, tehát szabadon bárki alapíthat magánvasút társaságokat, hogyha megszerzi az engedélyeket, akkor utána a vasúti áruszállítási tevékenységet végezhet. Ez azt jelenti például, hogy 2014 év elején jelenleg 38 vasúti árufuvarozó társaság létezik ma Magyarországon. 2007-ben nem csak a Kargóval történtek dolgok, hanem a MÁV-nak a különböző üzletágai önálló vállalatokba kerültek kiszervezésre. Ekkor alakult meg a Start, a Trakció, a Gépészet is önálló vállalatként. A MÁV ZRT-ben pedig benne maradt a pályaműködtetés, és hát a teljes MÁV csoportnak az irányítása.
Azt tudni kell és látni kell, hogy ugye nem csupán ezek a vállalatok kerültek 2007-ben kialakításra, hanem az elmúlt 10 évben rengeteg vállalat, hiszen a 2010-es évek elején még majdnem 100 lányvállalata volt a MÁV csoportnak, a 2013 évvégi záró mérleg adataink szerint pedig 33 darab vállalatunk van, tehát azért nagyon sokat tettünk az utóbbi években, hogy próbáljuk meg összeszervezni ezeket a tevékenységeket, hiszen vannak olyan tevékenységek, amelyeknek önállónak kell maradnia, de azért az nem jelenti azt, hogy minden rész folyamatot egy önálló társaságnak kell vinnie, mert oda vezet, ahova vezetett, hatalmas bürokrációhoz, rugalmatlan szervezethez, lehetetlen döntéshozatalhoz, úgyhogy nem biztos, hogy ez volt a legjobb út, úgyhogy nagyon sokat tettünk mi annak érdekében, hogy ez megváltozzon. És 2013-ban pedig megalapítottunk egy új társaságot, ez a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető ZRT. Ennek vélhetőleg a jövőben még fontos szerepe lesz, hiszen most volt napirenden a negyedik vasúti csomag az Európai Parlament előtt, és a bizottság nagyon úgy néz ki, hogy abban az irányba fog elmozdulni, hogy igenis mindenkinek kötelező önálló társaságba kiszervezni a pályaműködtető tevékenységét. Úgy néz ki, hogy a holding struktúrát, mint szervezeti struktúrát az EU el tudja fogadni, nem innen indultunk, onnan indultunk, hogy mint a VPN-nél, hogy teljesen önálló vállalatnak kell lennie más tulajdonosi körben, de talán ezt sikerült elérnünk néhány országgal összefogva, hogy ez ne így legyen, és a holding struktúra az elismert legyen, és a holdingon belül, ha elkülönülten működtetjük a személyszállítással foglalkozó vállalatot és a pályaműködtetéssel foglalkozó vállalatot, akkor ezzel rendben leszünk. Most jelenleg a MÁV ZRT-n belül van a pályaműködtetés, és a MÁV ZRT-n belül van a holding irányítás, a Start az pedig önálló személyszállítási vállalat, akibe beolvadt a trakció, azaz a vontatás, azaz a mozdonyvezetők és a mozdonyok, egyszerűen lefordítva, illetve a gépészet, tehát a vasúti karbantartó tevékenység, ami a gördülő állományra vonatkozik. Tehát ez a cég, ez már egy 15 000 fős cégé vált idén január óta. Az, hogy a negyedik vasúti csomag mikor kerül átültetésre a hazai jogkörnyezetbe, az vélhetőleg a 2014 és 2015-ös év lesz, és ezután várhatóak meg azok a döntések, amely alapján a teljes holding struktúrát mi ki tudjuk alakítani. Hogyha egy picit megnézzük, hogy a vasút az mit is jelent, és hogy is nézzünk mi ki, akkor közel 8000 km hosszú vasútvonalról beszélünk, és azt tudni kell, nyilván elsősorban történelmi okokból nem csak azt kell tudni, hogy sugaras a közlekedésünk és Budapest centrumú, hanem azt is tudni kell, hogy emiatt, hogy mi akkora ország vagyunk, amekkora, és akkora voltunk, amekkora, a mi vasúthálózatunk, amelyet jelenleg nekünk Magyarországnak fenn kell tartania, a 169% az EU átlagnak. Tehát, hogyha megnézzük más nyugat-európai országokhoz képest, mi sokkal nagyobb vasúti hálózatról beszélünk, amelyet az országnak, a költségvetésnek és a MÁV-nak működtetni kell, karban kell tartani, és a közlekedtetést biztosítania kell rajta. Ebből a közel 8000 kilométerből 1613 kilométer az úgynevezett TEN-T korridor része, azaz kiemelt vasúti pályahálózat, ami az Európai Uniós korridorokhoz tartozik, ami azért nagyon fontos jelentőségű, mert előírt az EU számunkra, hogy ezeknek a korridoroknak a 70%-át kötelesek vagyunk felújítani az ő szabványaik szerint. Hogy a vasúti infrastruktúrán meg tudjuk tartani a pályának a minőségét, azaz ne legyünk tele lassú jelekkel, ne legyünk tele vasúti biztosító berendezési hibákkal, ne legyünk tele műszaki hibákkal, az azt jelenti, hogy évente körülbelül 250 kilométert át kellene tudnunk építeni. És hogy ne az elmúlt 4 évet, meg ne az azt megelőző 8 évet nézegessük, mert ezt nagyon sokan megteszik, hanem ha megnézzük az elmúlt 25 évet, hogy mi történt a vasúti infrastruktúra terén, akkor azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt 25 évben átlagosan 21 kilométernyi pálya újult meg. Úgyhogy innen indulunk, innen szép nyerni, szokták mondani,
innen vannak azok a vágyak és álmok, amikor arról beszélünk, hogy miért nincs nekünk olyan vasútunk, mint Németországnak, vagy Ausztriának, vagy Franciaországnak. Hát kérem azért, mert ők az elmúlt 20 évben nagyon komoly pénzösszegeket fordítottak arra, hogy tudatosan építsék a vasútukat, fejleszik a vasútukat, most pedig nyilvánvalóan élvezik, de úgy, hogy a karbantartáson nem feledkeznek meg. Tehát ez egy zárójeles megjegyzés a vasút megítélésének, amiről el szoktunk feledkezni. És van itt azért néhány olyan kolléga, aki tudja, hogy ez az évi 250 km átépítés ez most sem valósul meg, mert ha az EU pénzeket megnézzük, akkor messze elmaradunk ettől, és ezért szomorú a helyzet, hogy EU forrásokból tudunk csak vasútinfrastruktúrát fejleszteni, és nem tudjuk megújítani a pályahálózatunkat teljes mértékben, hiszen az EU forrásokat is jellemzően a koridorokra tudjuk költeni, tehát az egyéb és regionális vasúti hálózatunkat saját erőből kell tudnunk megújítani, karbantartani, amelyhez rengeteg pénz kell, és idő is egyébként, hiszen nem mindig csak a pénz az, ami hiányzik, hanem struktúráltan kell ezeket a karbantartásokat végrehajtani. Hát ezeket saját forrásból, illetve költségvetési forrásból tesszük meg folyamatosan. És hogyha most kaptunk egy pici képet, egy picit átfogó képet a mi vasúti infrastruktúránkról, amelyen nap mint nap közlekedünk, akkor egy nagyon fontos, hát nem is zárójeles megjegyzés az, hogy annak ellenére, hogy vannak újabb motorvonataink, vannak újabb mozdonyaink, mondjuk a Trax vagy a Taurusok. Ennek ellenére a vasúti gördülállományunk ezekkel az eszközökkel együtt is 33 évesek, ha átlag életkort akarunk vonni. Amikor megkezdtük a MÁV-nak a megújítását, mert jelentem megkezdtük, és azért eredményeink is vannak, akkor meg kellett vizsgálnunk, hogy egyáltalán működtetni tudjuk ezt a vállalatcsoportot. 2012-ben, mikor én felkérést kaptam, hogy a MÁV-ot és a vállalatcsoportot vezessem, akkor messze nem volt rózsás ez a helyzet. 2010-ben sem volt, 2012-ben sem volt jó állapotban, sem a vállalatcsoport, sem a hozzá kapcsolódó hírek, hozzáállás, akár ha a gazdaságpolitikát veszük, akár ha médiát veszük, minden nagyon negatív volt, és ebből a negatív spirálból kellett kijönni. Méghozzá úgy kellett kijönni, hogy meg kellett nézni, hogy hogyan is működünk, és vajon mi lenne a jó irány. És azért mondtam a prezentáció elején, hogy nem lehet mindig a megszokott sablonokkal dolgozni, mert akkor nem tudunk ebből kitörni, hiszen évek óta nem sikerült megváltoztatni a MÁV működését, és új szemlélet kellett hozzá, újfajta gondolkodásmód, és hát persze nagyon nagy bátorság. 2012-ben, mikor a MÁV élére kerültünk, és hát nem csak én, hanem vezetőtársaimmal együtt, akkor teljes mértékben áttekintettük és elstruktúráltuk azt, hogy mit, hogyan, miért csinálunk, és mit, hogyan költünk el, és mikor kell elkölteni bizonyos pénzeket, mikor tök fölösleges már elkölteni bizonyos pénzeket, ami azt jelenti, hogy 12-ben teljesen új terveket hoztunk létre május-június táján, és letettünk az asztalra egy olyan 3 éves tervet, a MÁV csoport, egy olyan középtávú tervet, amely azt mondta, hogy igenis kiúszható az adósságspirálból, de csak akkor, hogyha a MÁV csoporton belül felszámoljuk azt a rengeteg párhuzamosságot, ami van, és megöli a működést, és csak viszi a pénzt, hiszen nagyon sok helyen sokszor voltak elköltve a pénzek, és ezt viszonylag gyorsan meg tudjuk tenni, és akkor, ha a tulajdonos végre elismeri azt, hogy igenis a vasútra szükség van, és nem csak mondja, hanem meg is finanszírozza azt. Hiszen azért volt nagyon nagy mértékben adóssággal terhelt a MÁV, és egyébként még ma is az, mert az elmúlt hosszú években nem finanszírozta meg az állam sem a pályaműködtetését, sem a személyszállító tevékenységét, és hitelfelvételre kényszerítette a társaságot, működési hitelfelvételre, amely aztán hosszú-hosszú évekig nyomta és nyomja a mai napig a gazdálkodást. Persze a kormány erre azt mondta, hogy jó, hát megfinanszírozunk, de mi a garancia arra, hogy nem kerül ide a vállalat néhány év múlva, ahol most tartunk. És hát az volt a garancia erre, hogy mi nagyon hittünk abban, hogy ezt meg lehet csinálni. Persze nagyon következetesnek kellett maradni minden egyes döntésünk során,
és mondhatni, hogy szigorúnak és igazságtalannak, mert ez bizony egy nagyon komoly harc volt, de hozzátartozik az is, hogy számomra azért nem volt ismeretlen a MÁV. Én 5 évet töltöttem a MÁV-ban középvezetőként, és mondhatni szerencse vagy szerencsétlenség, nagyon pontosan tudtam, hogy hova kell nyomban nyúlni, hova lehet nyomban nyúlni, hova kell első körben nyúlni, hova kell második körben nyúlni, most is tudom, hogy még hova kell nyúlni, meg azután hova kell nyúlni, úgyhogy ez átok és szerencse is egyben, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagyban segítette az én munkámat is, meg hát a vezetőim közül sokan dolgoztak előtt a MÁV-ban, és egy olyan csapatot sikerült összerakni, akikkel azt gondoltuk, hogy igenis a MÁV-nál dolgozni jó, és nem szerettük volna azt, hogyha, mint az első időben, nagyon sokan jöttek, hogy hát ők nem szeretnének gratulálni, mert hát ez egy borzasztó dolog, ami velünk történik, és inkább sajnálatukat fejezték ki, és mindenkinek mondtam, hogy engem nem kell sajnálni, köszönöm szépen, én jól vagyok, én szeretek dolgozni, szeretem a kihívásokat, és ha az ember szeret dolgozni, és élvezi a munkáját, akkor a sikerek is jönni fognak, és ha az emberek megérzik a siker ízét, akkor keresni fogják azt, és ha minél több kollégája megérzi a siker ízét, akkor annál erősebb, ütőképesebb csapat lesz, és ez bizony hozni fogja az eredményeket. Tehát letettünk az asztalra egy üzleti tervet ilyen május-június körül. Elég sokat hümmögtek, hamogtak a minisztériumok ezzel kapcsolatban, nagyon sok kritika jött, és telt az idő, és mi elkezdtük megvalósítani ezt az üzleti tervet, amely mögé még a finanszírozást mindig nem kaptuk meg, és 2012 évvége volt az a pillanat, november utolsó napjai, amikor mind az NFL miniszter, mind az NGM miniszter azt mondta, hogy hát tényleg elkezdődött valami, hát tényleg történik valami, tényleg történtek változások, megújult akkor már a MÁV felső és középmenedzsmentje, több vezetői szintet megszüntettünk, elindultunk abba az irányba, amit tartottunk, és mi nem mondtuk nagyot. Én amikor elvállaltam a MÁV-ot, én nem mondtam számot, hogy mennyit tudok megtakarítani, hát fogalmam sem volt, honnan tudjam, mennyit tudok megtakarítani, nem lehet ilyen vállalásokat tenni komolyan. Hanem azt lehet mondani, hogy oda megyek és megnézem, hogy mi az, amire képes vagyok, mi az, amit megtehetek, és utána milyen eredmények jönnek. És mivel mi mindig csak annyit mondtunk, amennyit azt gondoltuk, hogy meg is tudunk valósítani, és azt meg is valósítottuk, ezért mondtani elkezdtek hinni nekünk, és így megkaptuk a finanszírozást. És 2012 évvége volt az az első év, amikor azt mondta a kormány, hogy na jó, 2012-ben a pályaműködtetéshez kapcsolódó finanszírozását megkapja a vasút, és így nem kellett hitelt fölvenni, ami egy nagyon nagy lélegzetvétel volt. Az összes előző hitel ott volt, na de akkor már egy jó irányba indultunk el, és jó irányba indult el a minisztériumi gondolkodás is. Ez a személyszállítás terén nem volt elmondható, hiszen amikor mi átvettük a MÁV csoportot, akkor személyszállításnál 162 milliárd forint volt az az összeg, amely a MÁV-start terveiben szerepelt, hogy azt az évi menetrendet ennyiből tudja leközlekedtetni. Az akkori költségvetésben 144 milliárd volt, és a 2012-es évet úgy zártuk, amikor mi csak kvázi fél éve dolgoztunk a MÁV csoportnál, hogy ezt a 162 milliárdot, ezt 151 milliárdra tornáztuk le. Úgy, hogy nagyon sok olyan párhuzamoságot számoltunk fel, ami a trakciónál, gépészetnél volt, és sokszorosan pörgette ki a pénzt a vállalatból, és ezt mind egyszerűen elvágtuk, és azt mondtuk, hogy nem. Úgyhogy ez nagyon nagy szám volt, és 2013-ban is már azt értük el, hogy ugyan, mivel minden évben egyébként 144 milliárd van a költségvetésben, mondjuk idén is ezzel indultunk 14-be, de most az engem nehezítette a terepet, és azt mondta, hogy 141 és fél, amikor már majdnem elértük a célt, de az ollót már tudjuk szűkíteni, és ezek nagyon nagy vállalások, amikor az első évben 10 milliárdot hoztunk, 2014-ben pedig 5 milliárdot vállaltunk be, és tavaly évben is 8 milliárdot hoztunk, csak a személyszállítás sít csoport összevonása kapcsán. Úgyhogy nagyon sok minden elindult a MÁV-nál, nagyon sok folyamatot rendbe raktunk, és még nagyon sok folyamatot rendbe kell tenni. Ez nyilván járt vállalati portfólió tisztítással, megvizsgáltuk azt, hogy mely tevékenységek szükségesek nekünk, melyek azok, amelyek ki vannak szervezve, na de miért vannak ki szervezve, szervezzük vissza, mely tevékenység az, amiben semmi közünk hozzá, hogy ott mi történik, legyen egy sima alvállalkozó, pályázzon, nyerjen, aki tud a legjobb áron, nem biztos, hogy azzal a céggel kell nekünk dolgozni, és nem biztos, hogy abban a társaságban nekünk részesedésünknek kell lenni.
szüntessük meg azokat a tevékenységeket, amelyek már nem életszerűek, úgyhogy itt nagyon nagy munka kezdődött meg, és így sikerült ez a körülbelüli 30-as szám, ahol most tartunk, és még azért nem vagyunk készen, hiszen például most olvadt össze évvégével a resti a vagyonkezelőbe, most vizsgálgatjuk azt, hogy így 3-ból 2 ingatlanos cégünk lehetne, de hát egy bőven elég lenne, úgyhogy az ingatlankezelő és a vagyonkezelőt is nézzük. Tehát több olyan társaságunk van még, ahol azért a folyamatokat szépen rendbe kell tenni, meg a társaságnak a működését és a kapcsolódási pontjait a MÁV-hoz is. Aztán 2013-nak egy nagyon nagy lépése volt az, hogy a MÁV is a konszolidált lányvállalatok, ami azt jelenti, hogy a 100%-os tulajdonunkban lévő lányvállalatok, amelyeknek a száma 10, ott azt a döntést hoztuk, hogy minden vállalatból azt a tevékenységet, amely a háttér működés szolgálja, azt kiszervezzük a szolgáltató központba. Nem volt szolgáltató központunk, MÁV informatikánk volt, amelynek az volt a fő tulajdonsága, hogy az informatikai tevékenységet a teljes MÁV csoportnak szolgáltatta. És ide áttettük a humán szolgáltatói tevékenységet, a bérszámfejtést, ide áttettük a pénzügyi szolgáltató könyvelési tevékenységet, ide áttettük a logisztikát, beszerzést, jogi, adminisztrációs tevékenységeket, és ebbe a vállalatba közel 1500 embert helyeztünk át a vállalatcsoport különböző részeiből 2013. júniusával, és alkottuk meg a piac alapú működést, ami azt jelenti, hogy ezeket a háttértámogató szervezeteket egy vállalatba tudjuk, ugyanazt a tevékenységet kell folytatni a minden vállalatnak, ugyanolyan áron kell végezni ezt a tevékenységet. Vannak mérőszámai, és ez nagyon nagy lépés volt a vállalat életében. Nem beszélve arról, hogy nagyon komoly központosítás is volt, mind információ, mind adatáramlás szempontjából, másrészt pedig csökkenteni tudtuk működési költségeinket, hiszen ha a szolgáltató központ olcsóbban működik, mert a sok párhuzamos tevékenységet felszámoljuk, mert mondjuk a MÁV könyvelt a startnak, de a startnak is volt számviteli részlege, meg pénzügyi, meg beszerzés, meg mindene, és ezt szépen összesöpöltük, egy kalap alá is rendet tettünk, és az olcsóban tud működni, akkor minden egyes vállalatunk olcsóban tud működni, ha pedig minden egyes vállalatunk olcsóban tud működni, akkor egyre közelebb kerünk ahhoz a költségvetési célhoz, amelyet előírnak számunkra. Aztán még egy nagy feladatnak nekiláttunk, amelyről szintén sokat lehetett olvasni, hogy a MÁV sose tudja, hogy milyen van. Nem tudja, hogy mivel rendelkezik, meg mivel nem rendelkezik, meg nagy a kupleráj, meg ilyesmi. Hát tényleg elég nagy volt a kupleráj, de jelentem, tudjuk, hogy mink van, és azt is tudjuk, hogy amink van, az vajon a mi nevünkön van-e, vagy az állam nevén van és kincstári vagyonkezelt eszköz, és vajon ez van-e a földhivatali papírokra is írva. Na, ebben még nincs mindig összhang, ezzel nagyon sokat dolgozunk, de már az ország leltárnak nagyon komoly része tudunk lenni, tehát mi már rendben vagyunk. De nem elég az, hogy tudjuk, hogy mink van, hanem megtudtuk azt is, hogy mennyi fölösleges dolgunk van. Templomunk, van temetőnk, van orvosi rendelőnk, van sportingatlanunk, van mindenféle olyan dolgunk, ami ugye a vasútüzemhez nem nagyon kell. A vonat biztosan nem fog arra menni. És előkészítettük első körben azt az ingatlanos csomagot, amelyet mi átadtunk az MNV-nek. Akár tulajdonban volt, akár kincstári eszközök voltak, hogy tessék kezelgetni, állami vagyon, nekünk köszönjük szépen, erre nincsen szükségünk, mert ugye csak a pénzt viszi, az állagot meg kell tartani, mert életveszélyessé válik, őriztetni kell, stb. És hát nagyon sok ingatlan egyébként direktben az önkormányzathoz került, hiszen 2013-ban lehetőséget kaptak az önkormányzatok állami tulajdonú területeknek, ingatlanoknak az ingyenes megigénylésére. Úgyhogy így nagyon sok sportingatlanunk át is került az egyes önkormányzatok kezébe, amelynek mi nagyon örülünk, ők most már utólag nem annyira, hanem kopogtatnak, hogy hű, hát ez milyen sokba kerül, mondtuk, hogy ugye, hát mi mondtuk, hogy tényleg nagyon sokba kerül. Viszont a MÁV-nak a működési költségét sikerült csökkentenünk ezzel is, de ezek csak azok az ingatlanok voltak első körben, amelyek teljesen leválaszthatóak voltak, önálló helyrajzi számot képeztek, és amelyre igény volt az önkormányzat részéről. Mi most egy olyan ingatlan csomagon dolgozunk, amelyre egyrészt nincs igény, na de nekünk sem, és másrészt pedig hatalmas területeink vannak, de egy helyrajzi számon, amelyeket szeretnénk megosztani, hogy tényleg melyek azok a földterületek, ingatlanok,
ami a vasúti működéshez kellenek, a pályaműködtetés részét képezik, és hogyha le tudjuk választani a különböző területeket, akkor oda tudjuk adni azokat is önkormányzatoknak településfejlesztésre, hasznosításra. Úgyhogy ez a nagyobb csomag, ez a nehezebb csomag, de ezen is dolgozunk, és már erre is készítettünk a kormánynak mindenféle jelentést, megyénként, városonként, területenként lebontva, hogy hol milyen területeink vannak, amelyre nekünk nem nagyon van szükségünk, viszont partnerségkel az önkormányzatoktól is, hiszen telekalakítást csak akkor hajthatunk végre, hogyha az adott településnek az önkormányzata ezt támogatja, és a településrendezés is így zajlik. Úgyhogy ebben nekünk még nagyon sok feladatunk van, és nagyon sok megtakarítási lehetőségünk, hogyha minél több olyan ingatlantól meg tudunk szabadulni kvázi, vagy más tudja hasznosítani, amelyre nekünk nincs szükségünk, viszont költenünk sem kell a továbbiakban. Aztán, hogyha már tudjuk, hogy mit csinálunk, meg miért csináljuk, aminek ugye a kerete a pályaműködtetési szerződés, illetve a közszolgáltatási szerződés, ahol taxatívan fel van a sorolva, vagy mi a dolgunk, akkor azért nem árt, hogyha azt is tudjuk, hogy mikor, mit, milyen ütemben akarunk felújítani. Itt most csak és kizárólag a saját forrásainkról beszélek elsősorban, meg majd kicsit az euról, hiszen a nagy Európai Uniós vasúti fejlesztéseket azokat a NIF hajtja végre, ugyanúgy, mint a közút és az autópályát is. Amikor a MÁV-hoz érkeztünk, akkor azt tapasztaltuk, hogy ilyen hirtelen mindig történt valami a vasúton, és akkor ezt tartsuk karba, meg oda menjünk, meg ide menjünk, meg de nincsen terv, akkor inkább más legyen, és hát így nem lehet dolgozni. Úgy nem lehet dolgozni, nem lehet pénzt költeni, úgy nem lehet tervezni, úgy nem lehet egy lányvállalatot nevesítve az FKG-t vezényelni, aki nekünk a pályakarbantartási tevékenységet végzi, úgy nem lehet vasúti szakanyagot beszerezni, hogy azt se tudjuk, hogy mikor, mire van szükségünk, és mivel azt mondtuk, hogy állj, kezdjünk el gondolkodni, ők azt mondták, hogy akkor össze fogom lanni a vasút, én azt mondtam, hogy jó, próbáljuk ki, mert van 8000 kilométerünk, aminek a felén lassú jel van, hát akkor most miért pont ott akarunk felüteni, inkább beszéljük át, hogy mi legyen. Ezt nem értették. Akkor utána addig-addig erőltettük a dolgot, hogy ne induljunk el ebbe az irányba, hogy melyek azok a területek, ahol a pályavasút azt mondja felelősséggel, hogy szerintem ezt kellene felújítani. Szerintem ez ennyi időbe telik, és szerintem ez ennyibe kerül. Tényleg? Jó, akkor csináljuk, és írd alá. Ja? Akkor nem. Úgyhogy a másik fogalom, amit meg kellett ismertetni a MÁV csoportnál, az a felelősségteljes gondolkodás. Hogy amit leírok, annak súlya van. És amit leírok, az legyen igaz. És tudjam vállalni most, jövőre, 10 év múlva is. És egy másik nagyon fontos alapillér volt, hogy hát a pályavasúti szakembereket nem megbántva őket, természetesen mindig mindent fel akarnak újítani, de csak adott forrásunk van. És vajon hogyan döntik el azt, hogy mégis mit újítsunk föl? Hát amiatt nekik úgy szimpatikusabb, meg kedvesebb, meg a legkönnyebben kivitelezhető mondjuk tervezés és karbantartás szempontjából. És akkor jött a kérdés, hogy megkérdezte valaki mondjuk a startot? Megkérdezte valaki mondjuk az árufuvarozó társaságokat, hogy mi fáj nekik a legjobban? Melyik lassú jel fáj nekik a legjobban? Melyik vasúti hídnak a felújítására lenne a legnagyobb szükség? Melyik szűk keresztmetszetet kellene feloldani? Költsük már el oda a pénzünket, ahol bevételt termelünk, könyörgöm. Mert akkor nem üzleti alapon működik a cég. Ha nincs annyi pénzünk, hogy mindent felújítsunk, akkor tessék a prioritásokat megvonni, és prioritásokat pedig úgy vonunk meg, hogy amit elköltünk, annak igenis legyen bevétele. Ezeket a mondatokat is elég sokáig próbáltuk emészteni, de azt gondolom, hogy néhány hónap alatt sikerült a társaságnak és a vállalatcsoportnak közösen lerakni egy olyan gördülő 3 éves tervet, hiszen azért közben jöhet bármi, tényleg jön egy árvíz, és akkor utána azért ott adhok be kell avatkozni, és akkor át kell tudni tervezni a dolgainkat, de egy gördülő olyan 3 éves tervet, amihez tartjuk magunkat. 2013-ban tudtuk, hogy 2014-ben mit fogunk felújítani, és tudjuk, hogy 2015-ben mit fogunk saját magunk elvégezni, saját forrásba, karbantartás és nagyobb beruházás címén. Tudjuk, hogy ha ezt a felújítást elvégezzük, akkor következő év decemberétől oda milyen menetrendet fogunk tervezni, hogy azt a felújítást tudjuk hasznosítani. Úgyhogy most már nagyon szépen összeállt a kép a fejekben és a MÁV-nál is ezekre a gondolatokra. És például a startnál is meg kellett azt honosítani, ne csak a pályáról beszéljek, hogy vannak olyan vasúti vonalak, amelyeknek az átépítése akár EU forrásból befejeződött.
Vannak olyan vasúti vonalak, ahol azért már néhány lassú jelet felszámoltunk. És akkor miért nem akarjuk őket használni? Hát na, de hát használjuk, jött a válasz, hát tényleg használjuk. De nem használjuk. Hogyha tudjuk eredeti pályaparaméterek mellett közlekedtetni a vonatokat, akkor tessék olyan menetrendet csinálni, egy olyan kínálati ütemes menetrendet, amely azt mondja, hogy most már jó a pálya, nem össze-vissza fognak menni a vonatok, és azt be tudjuk tartani. Egy olyan technológiai menetrendet kell megalkotni, amelyet a pályavasút le tud közlekedtetni, és amelyen megfelelő bevételt tudunk elérni, és akkor mennek a vonatok, amikor az emberek utazni akarnak, hát nyilvánvalóan leginkább ez reggel meg délutáni esti órákban történik meg. És egy ékes példája ennek, mert azért a vasúti menetrendet nem olyan könnyű megtervezni, és nem lehet egyik hónapról a másikra gondolkodni, hanem éves tervezések vannak, hogy 2013. decemberében sikerült olyan vasúti menetrendet bevezetnünk, amely talán életében először tényleg kínálati menetrend, amely figyelembe vette például a Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonal felújításának a befejeztét, és erre elkezdtük építeni most a forgalmainkat, és erre fog épülni már a nyári menetrendünk a balatoni forgalmat tekintve is. És decemberben, mikor megjelent az, hogy milyen menetrendeket terveztünk ide, akkor nagyon sokan megkérdezték tőlünk, hogy biztos, hogy jól vagyunk-e, hogy Veszprémbe reggel, meg délután, fél órás ütemben, meg két órán keresztül a vonat, napközben nyilván nem. Mert hogy hát ki a fene megy Veszprémből Budapestre vonatta? Hát mondok, hogy hát eddig senki, mert hát nem lehetett eljutni, hát persze, hogy nem megy senki. De mi erőltettük, hogy de próbáljuk ki, hiszen a pálya jó, motorvonatok közlekednek rajta, hát nézzük meg, hogy az emberek felülnek erre. Most van március, és februárra jutottunk oda, hogy 40%-os utasszám emelkedésünk van ezen a vonalon, hogy Veszprémben P+R parkolókat kellene építenünk, mert nem férnek el az autók, és visszajön a siker íze, amit mondtam, hogy a kollégák gondolkodnak, kitalálnak, ötletelnek, és ezek jó ötletek, kiállunk mellettük, akkor bizony van terünk, és az újabb ötleteknek ad lehetőséget. Úgyhogy már elmondtam, hogy mi a MÁV-on belül ezekkel a hálózati szűk keresztmetszetekkel foglalkozunk leginkább. Azt célozzuk meg, hogy az eredeti pályaparamétereket visszaállítsuk. Mi nem akarunk 160-as pályát építeni, mert nincsen miből, azt EU forrásokból meg fogjuk tenni olyan ütemben, amilyen ütemben az ország ezt meg tudja tenni. De az, hogy 80-ra, vagy 100-ra, vagy 120-ra vissza tudjuk állítani a vasúti közlekedést, ez bizony nagyon fontos számunkra, és ezt a munkát meg is kezdtük. És hogy ennek a sok munkának megjött az eredménye, igen, megjött az eredménye. 2012-ben már eredményesek voltunk, akkor a MÁV-ra elmondható, hogy üzemi eredménye volt pozitív, az összes többi lányvállalatunknak már a mérleg szerint eredménye, mert nyilvánvalóan a régi hiteleknek a terhei, a kamatok nagyon nyomnak bennünket, és az a veszteséget okozta. 2013-ban pedig a teljes MÁV csoport mérleg szerinti eredmény szinten pozitív, a MÁV ZRT is. Ennek nyilvánvalóan nem az ok, hogy eltűntek a hiteleink, és nem kell már a kamatokat fizetni, mert sajnos mi tukmáltuk az NGM-re, de nem kellett nekik, úgyhogy nálunk maradtak a hitelek, és fizetjük szépen ezeknek a kamatait, és az adósságszolgálatnak igyekszünk eleget tenni, hanem olyan változás is történt, amikor mi ezt a rengeteg ingatlannal elkezdtünk foglalkozni, hogy sikerült közösen az MNV-vel és a minisztériummal áttekinteni a vagyonkezelésnek a szabályait és a vagyonkezelésnek az elszámolási szabályait, és ez nem csak a MÁV-ot érintette, hanem a víziközműtársaságokat és mindenki olyat, aki állami vagyont kezel, hogy nagyon sok terhet levettek a társaságok válláról, és megváltozott az elszámolás, és ennek köszönhetően élhetővé váltak a társaságok, és ez a MÁV ZRT-t is érintette, ami egyébként amortizáció elszámolásról szól, és visszapótlási kötelezettségről. Úgyhogy ez is nagyon nagy dolog volt, hogy a Nemzeti Vagyontörvénybe bekerült a visszapótlási kötelezettségnek a kérdése és kérdésköre. Úgyhogy 2013-ra így minden vállalatunk pozitív, és a 10 konszolidált vállalatnak az eredménye az pedig 7 milliárd forint körül van, ezek az előzetes számaink. Erről az előbb már beszéltem, hogy milyen saját projekteket viszünk. Itt részletesen felírásra került, hogy lassú jeleket akarunk felszámolni, hidakat újítunk, meg mi nem teljes pályahálózatot akarunk kétvágányosítani. Szeretnénk persze, hogy ne szeretnénk, de nincs erre lehetőségünk, hanem sokszor csak kisebb szakaszokat, néhány kilométerben gondolkodunk,
azért, hogy a menetrendi fejlesztéseinket meg tudjuk tenni. Villamosítani szeretnénk. Az egyik EU projekt az például hozzánk keveredett, ez az Esztergom vonalnak a villamosítása, és azért mondom, hogy hozzánk keveredett, mert a MÁV-nál újra van projektiroda, és újra van egy olyan társaság, aki azzal foglalkozik, hogy milyen komoly fejlesztéseket tudnánk végrehajtani, és sikerült közforrásból gördülállomány fejlesztésre pénzt nyernünk, ami azt jelentette, hogy 42 darab motorvonatot kapunk EU finanszírozásból. Múlt héten volt az átadó, és kettő már nálunk van, ezek a Stadler vonatai flört típusú motorvonatokról beszélünk. És azt mondtuk, hogy ezek Budapest elővárosi közlekedésében fognak mozogni, de hát az villamosítani kellene, és az esztergomi pályának az átépítése zajlott a NIF-nél, és mi gyorsan-gyorsan beadtuk ennek a projektnek a villamosítására vonatkozó támogatási kérelmünket is, és meg is kaptuk, úgyhogy ezért mondom, hogy ez így itt ragadt, vagy ide keveredett a MÁV-hoz ez a villamosítási projekt, illetve vannak még olyan projektek, amelyeket mi viszünk. Ilyen például a közlekedésbiztonság fejlesztésre kapott projektünk, amely 12,5 milliárd forintról beszélünk. Itt vasúti útátjárók biztonságát fejlesztjük, félsorompókat, fénysorompókat telepítünk, régi fénysorompókat ledesítünk, hogy jobb legyen a láthatóságuk. Járműdiagnosztikai eszközöket vásárolunk azért, hogy védjük a pályánkat és megelőzzük az esetleges siklásos baleseteket, amelyek laposkerékből rakomány igazítási feladatok elmaradásából adódik, vagy kerékrepedésből bármilyen időben észrevehessük ezeket, hiszen azért nagyon sok olyan balesetünk volt az utóbbi időben, amely a teherkocsiknak a nem megfelelő műszaki állapotából adódott, és nagyon komoly pályakárunk kiszármazott ezekből. Mindenki tudja, látja, hallja, GSMR hálózat lesz Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a vasúti optikai hálózatot is fejlesztünk. Ebben mi közreműködőként vagyunk benne, hiszen ezt nem a NIF, hanem a NISZ nevű szervezet végzi, de nyilván ez is a vasutat fogja szolgálni. És még arról is beszélnünk kell, hogy saját kapacitású vasúti járműgyártásba is belefogtunk, amit azt gondolom, hogy nagyon sokan szeretnének Magyarországon, hiszen világszerte híres volt a vasúti járműgyártás, vagy a közlekedési járműgyártás Magyarországon, és ezért mindenképpen tennünk kell. Két oknál fogva, mert itt van még Magyarországon az a mérnöki tudás, amivel ezt megtehetjük, megvannak még Magyarországon azok a gyártókapacitások, amelyekkel ezt megtehetjük. Másrészt itt vagyunk mi, akiknek elavult eszközeik vannak, és szükségünk van rá, és előbb-utóbb vásárolni kell, hát akkor jó lenne, hogyha megpróbálnánk ezeket magunknak legyártani. Ez pedig például az IC kocsinknak a váza, amelyet Szolnokon hegesztettek kollégáink. Az IC Plus kocsi programról tudni kell, hogy ez teljes egészében a gépészet most már ugye az beavatott startba kollégáknak a terméke. Magyar mérnökök tervezték, nagyon nagy magyar beszállítói hányaddal. Itt volt a teljes összeszerelése ennek a kocsinak, és így néz ki. Külföldön nagyon sok tesztet hajtottunk már végre, hiszen el kell, hogy mondjuk, hogy ez a kocsi 200 km-es pályasebességre készült, úgyhogy Magyarországon nem tudjuk tesztelni, hogy vajon a 200 km tényleg bírja-e. Szomorúak vagyunk, de ezt az igényünket még a NIF felé be fogjuk nyújtani. Viszont Svájcba hagyjuk ezeket a kocsikat tesztelni. Az utolsó teszteléseken lassan túlesik, és meg fogja kapni azt a minőségbiztosítási tanúsítványt, amelyen lehetőséget kap egész Európa szerte közlekedni. Ez azért nagyon érdekes, mert ugye sokszor csodálunk kocsikat. Például az ÖBB kocsiét, ami a Railjet szerelvényben Magyarországon közlekedik, azok a kocsik nem mehetnek egész Európában bárhova, azoknak a kocsiknak futásengedélye Németországban, Ausztriában és Magyarországon van. Ezek a kocsik nemzetközi forgalomban bárhol megállják a helyüket és bárhova mehetnek, úgyhogy mi ezeknek készítjük elő azt a vizsgálatát, hogy vajon mi minden kell ahhoz, hogy Magyarországon elinduljon egy ilyen termék, egy ilyen vasúti kocsinak a gyártása, mert azért nagyon sok minden kell. Ezt nem lehet csak így egyik hónapról a másikra indítani, és nem csak pénz, hanem azért ez egy nagyon komoly projekt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy hány főre, milyen képzettségű, végzettségű emberekre van szükség, milyen gépekre, berendezésekre, milyen telephely lenne legjobb, na és akkor egyébként mennyit is tudnánk legyártani. Ettől is függ
a méretezéstől az ára, hiszen nagyon nem mindegy, hogy miből mennyit tudunk megvásárolni, egyszerre megrendelni, egyszerre tendereztetni, egyszerre. Úgyhogy ennek a vizsgálata zajlik, de azt gondolom, hogy nagyon nagy támogatottsága van mind a mi részünkről, mind a kormányzat részéről, hiszen ez nagyon fontos lenne Magyarországon, hogy ez megtörténjen. Másrészt pedig azért a környező országok is elég cudarul állnak IC-kocsik kapcsán, hiszen Szlovákia, Románia, Bulgária, Szlovénia, tehát az összes környező országban azért nagyon komoly piaca lenne ezeknek a kocsiknak. Aztán van egy másik vasúti járműzünk, az úgynevezett Lencse, és azért Lencse a neve, mert Lencse József az, aki ezt a kocsit tervezte, és tudni kell, hogy ez a pályakarbantartási tevékenységünket segíti. A MÁV FKG Kft. Jászkíséri telepén készült kettő darab kocsi, és most készül a másik kettő, és ez a kocsi is teljesen a saját termékünk, saját mérnöki tudásunk, saját kollégáinknak a műve, és hát ezekre a termékekre is egyébként úgy néz ki, hogy ezek az univerzális pályakarbantartó gépekre is lenne kereslet és igény más országokban is, úgyhogy ezt is meg fogjuk vizsgálni, hogy lám-lám, hát ilyet is tudunk mi is, sőt a MÁV-os kollégákban már előtt, hogy na de még ez is kellene, meg az is kellene, úgyhogy most már azért kedvet kaptak a hölgyek és urak arra, hogy gondoljuk át, hogy mi az, amit mi meg tudunk csinálni, mi az, amit érdemes nekünk megcsinálni, és ez az út hova is vezethet. Na de beszéltünk már elég sokat itt a pályáról, meg a MÁV-ról, meg a szervezetről, meg a folyamatokról, de azért nagyon sok mindent tettünk mi az utasokért a menetrenden kívül is, hiszen 2013-ban közel 700 darab vasúti kocsit szereltünk fel wifivel, ami szinte most már ilyen nem tudom, olyan, mint egy alapszolgáltatás, anélkül az emberek lépni nem tudnak, viszont ezért szeretnek a vonaton utazni, legyen az gyerek, legyen az felnőtt, mert sikerült odáig eljutnunk, hogy ezzel a szolgáltatással az utazásra fordított idő az nem egy haszontalan idő, hanem egy hasznosan eltöltött idő. Aki akar zenét hallgat, aki akar Facebookozik, aki akar az e-mailjeit olvassa, aki akar híreket olvas, de mégis idősporol az egyéb fontos tendői közül, hogy ezt a vasúton megteheti, úgyhogy közben nem kell vezetnie, kényelmesen tud utazni, biztonságosan tud utazni, úgyhogy ez egy nagyon népszerű szolgáltatásunk lett, és a következő hónapban, ha minden igaz, a nagyobb pályaudvarainkon is bevezetjük az ingyenes wifi szolgáltatást, hogy miközben az utasok várakoznak a vonatra, elérhető legyen. Aztán nagyon fontos, amiről beszéltünk már az ingatlanokról, de arról nem beszéltünk, hogy ezek is milyen leromlott állapotban vannak. Nem kell messzire menni, biztos mindenki tud a környezetében mondani, olyan vasúthoz tart az ingatlant, ami romos, meg refitis, meg hajléktalanok vannak benne, meg hulladéklerakónak nézik emberek. De azért vannak olyan állomásaink, amelyek bizony megújultak, és lesznek olyan állomásaink, amelyek folyamatosan megújulnak. Ez két dolognak köszönhető. Egyrészt az Európai Uniós forrásoknak, amely lehetőséget biztosít állomásfejlesztésekre, másrészt pedig arra, annak, hogy a kormányzatnál sikerült azt elérni, hogy a kormányhivatalokat mi lenne, ha azokra az állomásokra telepíteni, ami azért nem esik annyira távol a településtől, hanem a településnek a szerves része, mert akkor egyben a belső tereket is meg tudnánk újítani, ha már a kormányzat úgyis pénzt költ erre a feladatra. Úgyhogy összekapcsoltuk itt a magunkat ezekkel a hasznos funkciókkal, és 25 állomást tudunk felújítani, és ezeknek nagy többségében kormányhivatalok is fognak működni, ami azért is jó, mert az utasaink is tudják ügyeiket intézni, meg aki oda megy ügyet intézni, előbb-utóbb úgyis vonatra fog szállni szerintünk. Aztán nagyon sokat dolgoztunk és dolgozunk azon, hogy a buszokkal is próbáljuk meg összehangolni a menetrendet. Valahol már sikerült, valahol még nem sikerült, valahol jobb a helyzet, valahol kevésbé. Ez nagyon nagy feladat, hogy kialakítsuk ténylegesen azt, hogy ráhordó szerepe legyen a busznak, és a vasút kerüljön előtérbe, de ezt nem lehet ész nélkül csinálni, hiszen csak azoknál a helyeknél szabad ezt megtenni, és mondom ezt én is MÁV-ként, ahol már olyan minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani, ahol igenis vasúttal menjenek az emberek, mert jó a szolgáltatásunk, kiszámítható a szolgáltatásunk, és a buszoknak azt a kilométert, amit megtennének, azt ráhordó szerepben kell elvégezniük, de ez azért az jelentősen még előttünk álló feladat.
megújítottuk a jegyértékesítésünket. Nem tudom, hol kopogjam, le, májusában fog indulni a belföldi jegyértékesítésünk teljesen megújulva, mert áttérünk jegyeautomatákra, áttérünk új fedélzeti eszközökre, már áttértünk az otthon nyomtatott jegyekre, QR kódos jegyekre, és szeretnénk, ha ez minél nagyobb mértékben elterjedne, nem kellene sorban állni az utasoknak, hanem az otthon nyomtatott jegyeikkel, vagy kisebb nyomtatott jegyeikkel, hanem az okostelefonjaik, amelyeket használnak, a jegyvizsgáló mindent le tudna olvasni, és ez nagyon nagy lépés lenne. És annak az előszobája, hogy a különböző közlekedési társaságokkal össze is tudjuk magunkat hangolni, hiszen ha informatika alapú, teljes mértékben nem papír alapú a jegykiadásunk, akkor egy komoly informatikai adatbázis van, ami már tudjuk cserélgetni, hogy hol ki, hány kilométert utazott, miért ment, merre ment, kinek mennyi pénz jár ebből. Tehát ez egy szükséges lépés is annak érdekében, hogy megújuljunk, és a közlekedési szektorokat egymás mellé próbáljuk párhuzamosan majd szépen összeterelve állítani, hiszen ezek nem nagy csodák, nyugaton is működnek már. Én ugye 2 éve dolgoztam a Gyesevnél, illetve még mindig a Gyesev elnöke vagyok, és ezáltal tagja vagyok a Bécsi Elővárosi Közlekedési Szövetségnek, úgyhogy nem kell nekünk a spanyol viaszt feltalálni, nagyon jól működik, már csak megvalósítanunk kellene azt, hogy akár Budapesten, akár nagyobb városokban is ezt megtehessük. Már beszéltem néhány szóban a flörtjeinkről, amelyek ilyen festést kaptak. Ugye EU-finanszírozásból kerültek megvalósításra, és tudni kell, hogy ezek nem új termékek, 60 darab már van a MÁV-nak, további 42-t tudunk így beszerezni, így 102 lesz, és ez mind a budapesti elővárosi közlekedésben fog dolgozni. Ez azt jelenti, hogy az elővárosi közlekedésünk 2/3 motorvonatokkal, ilyen korszerű motorvonatokkal tudjuk már lefedni. Hogyha kicsit ki akarunk tekinteni, ez volt ugye Magyarország vasútpolitikája, meg a MÁV, meg a szervezet, meg a folyamatok, meg mindenféle, akkor picit mesélek arról, hogy miért járjuk mi a világot, és miért mondjuk mi azt, hogy Magyarország az igenis egy fontos ország. És azért mondjuk mi ezt, mert egy híd szerepet töltünk be Ázsia és Nyugat-Európa között, és azért mondjuk mi ezt, mert nagyon fontos, európai uniós korridorok haladnak át Magyarországon, keresztezik Magyarországot, akár kelet-nyugati irányban, akár ha a Balkánt vizsgáljuk meg. És ne felejtsük már el, hogyha Magyarországnak kedvező a földrajzi elhelyezkedése. Ha már nem vagyunk síparadicsom, mert nincsenek nagy hegyeink, akkor örüljünk neki, mert akkor mi sokkal olcsóban fogunk tudni vontatni. Használjuk már ki ezt árufuvarozás tekintetében is, és keressük azokat a kapcsolatokat, hogy igenis rajtunk keresztül menjen az áru, és nézzünk körbe a környező országokban, tartsuk velük a kapcsolatot, nem csak azért, mert jó szomszédságra kell törekedni, hanem azért is, hogy lássuk, hogy ők mire készülnek, milyen fejlesztéseket hajtanak végre, hiszen tudjuk azt, hogy nyugati szomszédaink, az osztrákok építik az alagutat a nagy hegyeik alatt. Tudjuk azt, hogy akár a szlovének, horvátok, volt jugoszláv államok összefognak, akkor délen el tudják vinni az árut kelet-nyugat irányba. És néhány év múlva itt fogunk nézelődni, hogy hajjaj, hát mi történt? Teljes mértékben kiestünk Európa vérkeringéséből már, ami a logisztikai szerepet illeti. Úgyhogy nekünk nagyon komoly feladatunk van ebben, és nem csak mint MÁV-nak van komoly feladata, hanem nyilván a kormányzatnak is, de azért azt látjuk, hogy a kormányzat nagyon sokat tesz nemzetközi szintéren azért, hogy Magyarország az visszakerüljön a nemzetközi térképekre, mi pedig nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy Magyarország vasútja visszakerüljön a nemzetközi vasúti térképekre, és használjuk ki azt, hogy a széles nyomtávnak igenis van átokolja az Záhonyban, és ne hagyjuk azt, hogy a Dobrai átokó elvigyen minden árut, és mi pedig nézegessük Záhonyban, hogy mi történik velünk. Használjuk ki azt, hogy például Magyarország menedzsel egy nagyon fontos Európai Uniós korridort, és ezt Magyarországon nem is tudják az emberek, hogy a 7-es számú korridornak a MÁV adta a teljes menedzsmentjét, és a MÁV vezetés alatt az utóbbi 1 évben sikerült azt megoldani, hogy 7 országon keresztül
teljesen akadálymentesen tehetik meg az áruk az útjukat, nem kell mozdony cserélni, és ugyanazzal az árufúvarozási okmánnyal tudnak végigjönni, és ez EU-ban mindenki kérdezgeti tőlünk, hát ez hogy lehet, hogy ezt meg tudtátok oldani, hát a spanyolok, meg az olaszok, meg hát nem csinálnak semmit, meg mi lesz. És mondtuk, ez ugyanolyan sztereotípia, hogy a spanyolok nem csinálnak semmit, mert délinét, meg lusták, meg az olaszok nem csinálnak semmit, mint az, hogy a MÁV az egy rosszul működő társaság. Kérem, nem. A MÁV az jól működik, és a spanyolok is akarnak valamit, bizony megcsinálják. Úgyhogy igenis vannak sikertörténetek, és erre büszkének kell lennünk. Úgyhogy el kell, hogy mondjam, hogy én hiszek a MÁV-ban, és az én környezetemben nagyon sokan hisznek a MÁV-ban. Tudjuk azt, hogy nekünk még nagyon sok feladatunk van, rengeteg problémás terület van a MÁV-ban, rengeteg megoldandó kérdés van, de ez nem baj, van mit tenni, és nagyon pontosan tudjuk azt, hogy mi a feladatunk, hogyan kell ezt megtenni. És mi hiszünk benne az, hogy a vasút tényleg fényes jövő előtt áll, hiszünk benne, hogy a reneszánszát fogja élni. Sajnos van egy kis időben és pénzbeli lemaradásunk Nyugat-Európához képest, na de ha már ezt felismertük, akkor tegyünk érte. És azt gondolom, hogy nagyon sokat teszünk érte. És ajándéknak hoztam egy filmet önöknek, és megkíméltem volna önöket ettől a nem tudom milyen hosszú előadástól, mert egyébként bármennyit tudnék a vasútról beszélni, mert ebben a filmben minden benne van, ami a MÁV-ról, Magyarországról, a vasútról szól, és ha megnézik, akkor szerintem tudni fogják azt, hogy én miért szeretem a MÁV-ot, és miért vagyok rettentően büszke arra, hogy én képviselhetem.